Folyamatosan épülnek a családi és a társas házak Nyíregyházán is. Ezeknek sokszor már akkor megvan az új tulajdonosa, amikor még csak elkezdődtek az építési munkálatok. Ugyanakkor sokan nem tehetik meg, hogy új építésű lakásba költözzenek, ilyenkor használt ingatlant keresnek. 2021. februárjában az elmúlt 10 év legtöbb tranzakcióját bonyolította le az egyik legnagyobb ingatlan közvetítő cég. Országosan közel 14.600 adásvétel zajlott, amelynek 30%-a minőségi csere volt. Hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hogy alakulnak az értékesítések? Hát ez a februári hónapban durván egy ilyen 250 és 270 körüli ingatlanban lehet gondolkozni. Ez azért egy elég jó szám. Emelkedés van, egy nagyon emelkedő tendencia. Hát ugye a január az még mindig arról szólt, hogy átlépünk ebbe az évbe, elkezdünk gondolkozni, hogyan alakul az évünk. És a február az gyakorlatilag az pedig arról, hogy elindultunk, és megváltoztatjuk a világot. A családi házaknak a vásárlása sokkal nagyobb ütemben nő, mint a lakásoké. A jelzálog hitelpiaca tapasztalatok alapján néhány hónap csúszással követi az ingatlan piaci változásokat. Idén februárban 65-70 milliárd forint közé becsülték a pénzmozgást, ami bár 5 milliárd forinttal elmarad a 2020-as adattól, a 2019-eshez képest 7%-os növekedést jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 1,5 milliárd forint volt a februári pénzmozgás. Ez valószínűleg tovább fog nőni a következő hónapokban is. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban a bankok úgy vannak felkészülve, hogy napra készek. Tehát különösebben nagy változás most a banki hitelezésekben nem várható, mert mindenen átmentünk, ami változás előjöhetett vagy alakulhatott. Most gyakorlatilag, hogyha mi beadunk egy hitet, mondjuk nekünk saját hitelügyintéző cégünk van, gyakorlatilag 4-5 héten belül tudjuk folyósítani a hitelt. Az aktív lakáskeresést és így a folyamatosan növekvő tranzakciók számát nagyban befolyásolja a kormány által létrehozott otthonteremtési kedvezménycsomag. Ezért az elemzők szerint ez a lendület kitart majd a tavaszi hónapokra is, így egyes becslések szerint 2021 első negyedévének végére közel 40 000 ingatlan cserél majd tulajdonost Magyarországon.